Február 17-en nagy nap a koszovóiak számára. Ezen a napon hirdette ki a szerb tartománya függetlenségét. Belgrád a mai napig nem ismeri el ezt a törekvést, de több mint 90 ország megtette ezt. A pristinai vezető politikusok sem szűkölködnek a dicséretekben. Atifete Jahjaga államfő például azt mondta a jubileum kapcsán, hogy sok mindent megtettek, hogy már a Koszovó óriási lehetőségekkel bíró ország legyen. Hozzátette, Nincs visszaút. Önálló és független Koszovó, amelyben egyforma jogok illetnek meg mindenkit, legyen albán, szerb vagy más nemzetiségű. Hosszú volt az út eddig a pontig. 2008-ban a pristinai törvényhozás fogadta el a függetlenségről szóló nyilatkozatot. Ezt az Ahtisszári terv alapján valósítják meg, és a stabilitás és a béke megőrzése az elsődleges cél. Ez történt pontosan öt éve. Egy nappal később már nyolc ország elismerte az önálló Koszovót, Először Costa majd olyan nagyhatalmak, mint az amerikai Egyesült Államok, Franciaország és Nagy-Britannia. Szerbiában nem nézték jó szemmel ezt a folyamatot. Az elmúlt fél évtizedben több botrány is kötődik Koszovóhoz és a szélmalomharchoz, amelyet Belgrád folytatott, hogy valahogy visszaszerezze déli tartományát. Ilyen volt például a nagy gyűlés, amely arról vált híressé, hogy résztvevői sportcipőket loptak és nyugati külképviseleteket támadtak meg. A Cvetkovics kormánya a Koszovó is, európai is politikát folytatta, amelynek a végeredménye a demokraták veresége lett a májusi választásokon. Azóta számos előrelépés történt a Belgrád-Pristina párbeszédben. A szerb és a koszovói miniszterelnök és az államfők is egy asztalhoz ültek, több megállapodás született, amely a gyakorlati életet hivatott könnyebbé tenni szerbek és albánok számára is. A dialógus eredményeként mindkét ország közelebb került az Európai Unióhoz, még akkor is, ha a hivatalos elismerés még mindig nem történt meg Belgrád részéről.